A nyár legnagyobb slágerét rakta össze Szikora Robi a Valmár zenészeivel, Marics Petékkel, aki egyébként a Zem Jam-en Zamárdiban fel fog majd lépni. De azt a szójátékot játsszuk, vajon mit fog rá mondani, ha azt mondom, úristen! 19,5 millió. Valmár, hogy jött? Menedzsmentemet felhívták, hogy lenne nekük egy ötletük. Velem csinálnak egy ilyen duettet, már hogy ők és én. És azt gondoltam, hogy én azért megnézem, hogy kik ők. Tudod, és akkor megnéztem, és láttam, hogy vannak számaik, meg úgy nézik is őket. És én nem vagyok ilyen zenei fajgyűlölő, tehát hogy azt mondom, hogy ha ilyen, akkor nézzük meg egy fiatal zenekarra, hogy lehet fúzionálni. Akkor átjöttek a srácok, előtte elküldték a dalt, és én éreztem, hogy a dalban van valami. Tehát amit ma szakmailag nem tudnak igazán, hogy nincs egy jó bemondásod, akkor a dal mit sem ér. Időttek, megmutatták, tetszett nekem, megbeszéltük, hogy mondtam, hogy nekem mi ebbe a dolgom, hát ez kész az a szám. És hát találjam ki magamnak. És akkor én ebben maradtunk, de láttam, hogy két tök jó feljárt, én mai gyerek, tudod? Mondom, egyszer még egyszer, hallgassuk már meg a számot, hogy melyik az a szám még egyszer. És akkor ott leültek, ott bennállom a stúdióval, és elkezdtek mozogni rá, tudod? És azt gondoltam, na, ezek tiszta örültek. Tehát, hogy én mikor megmutattam valamikor a külföldön vagy Magyarországon egy számomat, egy új számot, akkor szűköltem, hogy fog tetszeni. Így nem jól szól. Halkadóbb, nagy a izé, lábszín magas, tudod, rossz hangszín. És akkor úgy vártam, hogy mi lesz. De ezek belevittek engem, és hogy tetszen neked. Egy kis gondolkodás időt kértem azért tőlük, hogy megtaláljam az én szerepemet ebben. És akkor azt mondtam, ha ők a csajózógépek, akik látnak egy lányt, vagy két lányt, akkor én mi lehetek itt ebben? Tehát, hogy nehogy már az legyen, mint a Michael Jackson, Paul McCartney, hogy egy csajér, hanem... És akkor kimondhatom, jött a Sugar Daddy szerep. És akkor jött az a megvilágosodás, hogy akkor én a papa leszek. Kiterül, hogy egy idősebb ember, már egy popstar, vagy valami, régi nagy kocsival, régi világot képviseli a klipbe, és akkor az úgy jó volt. És hát most az Zem Jam-en ezt együtt fogjátok előadni, hiszen ők lesznek a te vendégeid. Egyébként milyen egy ilyen közös előadás ilyenkor? Mindenki ezt várja már? Hát nem tudom, tehát hogy az Ergónak azért van egy elég komoly B-közepe. Ugye most volt nekünk, még két hónapja sincs egy sportarénánk. Azt a tüköt csináltuk, nem tudtak eljönni. Mert volt egy szerződésük amelyik tévével, és kimentek külföldre, és akkor bejátszottuk a megfelelő dramaturgiai ponton. Egy rock and roll medley van, így a vége felé, Csamorja nem is oda buli, gyere, gyere, Júli, amiket én írtam, és akkor abba betettük, mert olyan hasonló a ritmus. És a micsoda buliba betettük ezt a számot, és akkor éreztem, hogy ez olyan volt abban a rock and roll blogban is, hogy kivetítettük őket. Mondtak egy üzenetet, hogy Robi, nem tudunk itt lenni, de nagyon jó, és ez a sász, mi ide bele tudom. És akkor éreztem, hogy az olyan volt, mint egy kicsit kinyitották volna az ablakokat, friss levegőbe jött a rock and rollnak is egy friss levegője, bekúszott. Hogy mi lesz Zamárdiban, azt nem tudom, de azt látom, hogy nekem nem kell félni attól, hogy majd az energiát tőlem szívják le. Mert az ő energia magasságuk is, vagy a vércukor szintjük is valahol ott van az enyém. Mit szól egyébként így az utca népe, hogyha valahol megfordulsz, akkor már azért oda tolják, hogy úristen? Persze. Igen, igen. Nagyon jó a kérdés. Tehát utcán, vagy régiségpiacon, vagy valami járok, vagy ahol én vagyok, mint civil, akkor utána benyomják ezeket a dumákat. De nem zavar. Szóval, hogy nem zavar, mert ők is szeretetben mondják be, vagy poénból.